Mit kell hát tennünk 50 nappal a választások előtt? Fújjátok meg a kürtöket, és nyergeljetek, mert holnap reggel indulunk. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország! Közben itt ilyen fejszámolást próbáltam végezni, elismerem, hogy nem vagyok benne túl erős, hogy ha 10 talentum a 2/3, akkor az 5 talentum az 1/3, az már kevés. Tehát szerintem maradjunk a 10-nél, ami ha megduplázódik, akkor 20, és akkor még hozzáadnak egyet, az 21. Szerintem egyre kell vigyázni, szerintem 100% felül ne menjünk, mert az gyanús. Tudjátok, már szörnyű, ez az ember Orbán Viktor lelki vezetője. Igen. Hát de látszik, de viszont gondolj bele, a matematikai munkássága, a Balogh-féle formula. Ezt szerintem tanítani fogják. Honnan szedik ezeket az embereket? Nézem ezt a Halász Jánost, aki a kultúráért felel. Ezt a Kovács Zoltánt azt hiszem futtatták onnan Debrecenből, az meg először a tájékoztatásért, kommunikációt, az most a kisebbségekért. Honnan jönnek Tálai Andrások, meg ezek, kik ezek, hol, kedvenc, Jézus, papcsák, budai, hú, ezek a barátai. Barátai, hihetetlen, ilyen figurák. De olyan okosat mondott a Marcell, amik bejátszás volt. Miért? Mert előtte az egyik filmünk, ugye elmondhatom, hogy az első film arról szólt, hogy nem tudta az utca embere, hogy mikor lesznek a választások. És a Marcell megszólt, 50 nap van még hátra, mondta a miniszternek, ő tudja, hogy mikor lesznek a választás. De a program már meg van hirdetve, egy közgyűlésen hangzott el, hogy nem ígérjük a... Nem ígérjük a legtöbbet. Ne kapjunk annyit, amennyit kértünk. Ez a Tokaj-hegy aljai program. Igen, nem ígérjük a legtöbbet. Nem ígérjük a legtöbbet. Mondta Orbán Viktor egy nem hivatalos... Jegyzőkönyv tanúsága szerint. Jegyzőkönyv. Na most a felsorolt urak ugye egyébként azért veszélyesek, mert ők a túlteljesítési kényszereik eredményeként valóban könnyen előre elállíthatják azt a helyzetet, hogy a Fideszre 100%-nál többen fognak szavazni, és akkor azt is meg fogják magyarázni. Bocsán, régen is úgy volt, hogy mindig 98,3%-kal győzött az MSZP jelöltje, nem, MSZMP, bocsánat, jelöltje. És akkor arra nagyon figyeltek, tehát szerintem vannak matematikusok jobbak, mint Balogh, akik oda fognak erre figyelni. Na most, ha belegondoltok arra, hogy összeomlott a választási rendszer, van az első próbálkozásra is, ugye, amikor a nincs jelölt... Adat. A jelölt a, ja nem, nem, az még a sorrendről beszél. Tessék, nem, az történt, hogy nem tudtak névjegyzékeket készíteni, és ha igaz, az a belső teljesen igaz, levél. Mert addig kavartak az ellenzékiek, amíg már nem tudom, hogy kivel, kivel. Hát most már bevették szegény Bokros Lajost is. A lakossági névjegyzékekről volt szó, amit nem tudott a... De nem, az összefogásnak a jegyzéke meg nem sikerült. Most nem a sorrendekről beszélek, hanem arról beszélek, ismereteim szerint legalábbis, hogy a választási irodák, ugye a lakossági nyilvántartásokból, a lakó nyilvánosokból kell, hogy dolgozzanak, mert a választási rendszernek ez a üzemmenete nem volt működőképes. De tavaly előtt ezt még meg akarták szüntetni az egész választónévjegyzéket, mondván, hogy ez egy felesleges adminisztráció. Miért nem a Kubatóból dolgoznak? Én úgy tudtam. Így van. Tehát, hogyha ott tartunk, hogy már az első menetben, és ilyen problémák vannak, akkor én, mint polgár, hadd éljek a gyanúperrel, hogy hát akkor a számolással is ilyen problémák lehetnek. Ilyen értelemben a Balogh miniszternek a félelme a 100% fölötti teljesítménytől teljesen jogos. Itt nem fordult el, elfejtettük az előbbi bejátszásnál. Elmondani. Nem a kongresszusi vállalásként azt mondják, hogy 110%-kal fogják ingyenni a választást. Az előbbi bejátszásnál elfejtettük mondani, hogy kikapcsolták a felszólaló tiltakozó hozzátartozónak a beszédét, ne lehessen hallani. Még meg is kérdeztem, hogy angolul beszél, de kiderült, hogy magyarul beszél, csak senki nem hallotta. Utána a Pintér miniszter úr is hozzászólt, és malőr, hogy akkor sem volt még bekapcsolva a miniszternek a mikrofonja sem. Ugye? De most Balognál be volt kapcsolva, és innen aztán most megtudhattuk, hogy 100%-ot is el lehetne érni ezen a választáson. Többet, mint 100%. Ha nem vigyázni. Ha nem figyelünk oda kellőképp.